Na csácsó, mi csörtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, kiper jelentkezik a következő speeddel össze, és megyünk tovább a következő challenge-el. Egyébként tudjátok, mit vettem észre? Itt a háttér az ilyen dinamikusan változó, úgyhogy ahányszor betöltöm a játékot, akkor mindig más. Ez is tök jó, ez a feature, ugye nem csak mindig ugyanazt látjuk. Nem is tudom, miben van, volt hasonló talán a... nem is tudom, tényleg most nem jut eszembe, Eurotruckban van? Nem, a Farming Simulator 2017-ben volt hasonló megoldás. Na, nyomunk challenge-et, és akkor jön a következő, ami nem lesz más, mint hogy fel kell másznunk egy dombra, azt írja. És ugye, hogy három csillagos legyen, azt úgy tudjuk megoldani, ugye, hogy nem sebződhetünk, nem használhatunk csörlőt, és mindig belső nézetbe kell vezetnünk a járművet. Szóval így ennyi lenne ez kezdetnek. Nem tűnik annyira nehéznek, de lehet, hogy nem is lesz könnyű. Na nézzük, akkor... Igen, manuális gearboxról tutoriált akar nekünk mutatni, de ismerjük, hogy hogy van. Úgyhogy nem akarom én. Aha. És akkor fel kell jutni, egy darabig mutatja, hogy hova. És ide kell feljutni, ilyen messzire? Hát ez nem tűnik olyan nagyon nagy távolságnak. Várjatok, gyerekek. Megjelölöm így, így, és akkor tudni fogom, hol van. És a belső nézetben akkor csak. Start engine. Gyerekek, az itt van, az nagyon közel van egyébként, azt nézem. És elnézést, még mindig a kölgéset. Na, nyomunk neki a gyöszkereket, egy mifizárat, és akkor megpróbálkozunk vele. És hogy jó lenne, hogyha kiengedném ugye a kézifféket, lehet, hogy jobban menne a verda fölfele. Nem félek el? Ez mi volt? Mi volt, sebződtem? Vagy mi volt? Várjál. Nem. És ugye nézelődni tudok. Várjál, mi van itt? Aha, oda kell följutni. Aha. Hát itt lehet, hogy fel tudnék kapatni azt. De lehet, hogy arra kellene volna menni. Aha. Mindegy, akkor szálljunk vissza Vernával, vagy guruljunk vissza? Ajajaj, nézzük meg, hogy mi van. Fontos szerintem, hogy tudjam, hogy mi történik. Ja, hogy mutatja, hogy merre kell menni. Ha jó, oké. Hiszek neked. Csak az a durva, hogy ugye belső nézetbe kell mennem. És most be van húzva a kézifékem, és pontosan tudom, hogy be van húzva. De az most lehet, hogy megmenti az életemet. Aha, félő. Áh, itt le fogok esni, gyerekek. Nagyon-nagyon jobbra, vagy nagyon balra kell nyomnom, és akkor talán úgy föl tudok oda kapatni, de nem vagyok benne biztos, nagyon borul. Gyerekek, ne haragudjatok, de... Nem szabad külső nézetbe, meg. Jó, oké. Az a baj, belsőbe fut, nem látsz semmit. Még nem csesztem el semmit? Nem csesztem el semmit, jó. Szerintem nem látsz. Ne haragudjatok, megnézem, hogy mi van. Szerintem nem látod ugye, hogy mi van előtted. Jó, most ugye egész kellemes. És ott, aha, jó, ez tetszik, ez tetszik, ez tetszik, ez tetszik. Szerintem ez nektek is tetszik, ez jó. Csak ezt tudjátok, hogy lenne jó, nem belső nézetbe kéne szopni. Fú, nem látod, mi történik. Meg ugye nem sebződhetsz. Meg akkor köveg vannak, megzavarodsz. Jó, megyek, megyek, arra megyek, ne aggódjál, na. Szerintem tekerem a kormányt. Körülnézés. Egyáltalán mer. Aha, jó, itt lesz egy nagy balkanyar. Tetszik, tetszik. Ezt tudjátok, mire emlékeztet? Régen volt a izé, a Screamer 4x4, ki emlékszik rá, írja már meg. Ez egy ilyen offroad challenge-es téma volt, és abban voltak hasonló, csak kapukon kellett átmenni. Igazán, hogy végig kell gyakorlatilag... hát ez nem lesz egyszerű, ez nem lesz egyszerű. Nem lesz az olyan egyszerű, mint amilyenek látszik, mert ide leesek, azt vége van a bulinak, vagy neki megyek egy kőnek, akkor is. Jó, mert ilyenkor azért látok valamit, itt oldalt. Jó lesz, hogyha fordulna a verbe. Fordulj mara jobban. Fordulj már. Merre? Itt. És ilyenkor muszáj kinéznem, kiszállnom, megnéznem, mert nem... egyszer... nem látom, hogy merre menjek, bocs.
Elnézést. És ez merre mutat? Arra jó. Oké. Okay. Ez full nem látsz, érted így? Csak a motorháztetőt. Á, gyerekek, itt hogy mész el, hallod? Vége. Bocs, a köhögése. Gyerekek, itt ez fölborul, mint a szar. Na, itt ez. Ez kétféleképpen lehet megcsinálni. Ugye, hogyha a bal oldali kerék fog itt menni, akkor nagyon felkaphat jobbra. Á, de miért biciklivel nem lehet itt menni? Még gyalog sem menni, nem, hogy izéve úzza. Ne szórakozzál velem, mó. Ez hivatás. Rá fog menni arra a körre, és ezt föl fog borítani, ez van. Halljál meg! Halljál meg! Jó. Ott is mi az? Milyen hely? Mekkora helyen van? Ne szórakozzál! Gyalog nem mennék itt végig. Első nézetben, persze, nehogy jól érezzem magam, hogy külsőbe kell tudjak menni. Legalább látnám, hogy hol megy az a rohadt kerék. Innen leesik, kezdhetem előről, az meg a legjobbám. Hát itt az... Meghalsz. Végem van, bazza. Végem van, mint a botnak. Nem látom, merre megyek. Az tök jó. Hoppá, csak megindult ezt lefele, nem? Vagy mi van? What the fiú, hallod? Ez nem fogott elmenni. Ezt le kell tennem ezére, arra. Le kell mennem arra egy kicsit, mert erre a körre fölmegy, biztos, hogy fölborulsz. Jó, nagyon lassan, gyerekek. Már komolyan, ez van. Ah! Ezt mondtam, hallod? Le fogunk esni, tuti, hogy le fogunk esni. Tuti, hogy le fogunk esni. De fiú, hallod? Nézd ma meg, hol vagyok. Megnézem, hol vagyok. De Jézus Isten, hogy azt a... Kitalált meg, aki... Hogy... Á, meg... Halál félelmem hallod itt. Halál félelmem van. Nem merek be az... Nem akarom elcseszni, mert újra kezdhetem, érted? Most itt egész jó, mert látok valamit. Oké. Okay. Stoj! Jó, hogy jobbra kell menni, még jó, hogy figyeltem bazen. Fölmentem volna, ott egyenlen semmi. Jaj, de jó. Te Isten, és nem sebződhet semmit. Semmit. Ez azért adja. Ez azért adja, na. Arra be kéne fordulni. Nehogy a könnyűnek tűnő rész szívasson minket meg. Hogy megsebződünk, vagy valami. Megakadtunk hol? Oké, egy. Meglessük, hogy mi van itt. Jó, nem tűnik veszélyesnek ez most annyira. Nehogy neki várjen valahova. Nehogy neki várjen valahova, mert akkor vége van a bulinak. Akkor nem lesz 3 csillag. Tekarem a kormányt! A pakocsit hajt. Gyára, menjél!
Három csillag, gyerekek, nem tudom, rövid lett a videó, lehet túlságosan túl jók vagyunk, bassza, nem hittem volna. Három liter üzemanyag fogyasztottunk, gyerekek, 9 perc alatt megtörtént az esemény. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mindenképpen külön részbe akarom felvenni az összes challenge-et, úgyhogy azért is... azért is ez ennyi lett ez a videó, de higgyétek el, azért izgultam. Na, nézzük meg, milyen a következő azért, ha már megcsináltuk. Éjszakai safari. Na. Meg kell keresni a mocsárba meg kell keresni valami pótkocsit, és ezt el kell vinni a campbe, gyakorlatilag a táborhoz. Ja, 6 óráig gyakorlatilag éjszaka ezt meg kell oldani. És érinteni kell az összes kilátó pontot, vagy figyelő, vagy nem tudom, hogy mondjam, pontot. És keressek fluorescens, vagy virágító virágokat. Na hát ez nem lesz egyszerű, nem tudom, ez valami betépett egy küldetés lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi csőtészta.